Köszöntöm a nézőket, Horváth István országgyűlési képviselővel beszélgetünk a következő szűk fél órában. Köszöntöm, képviselő úr. Hát mióta nem találkoztunk, azért történt egy-más, hát hogyha más nem mondok, akkor a koronavírus járvány jelentősen átalakította az életünket, nagyjából mindenkiét. Hogy látja ez, hogy csapódott le itt Tolna megyében, nyilván a Szekszárd környékén, ugye az önkörzetében, mennyire változott meg az élet, és például mondjuk egy országgyűlési képviselő munkája? Szeretettel köszöntöm a Tolnafej Televízió nézőit, köszönöm, hogy ismét itt lehetek. Ugye legutoljára abban maradtunk, hogy rendszeresen beszámolok majd a munkámról, és én 2-3 havonta kapok arra lehetőséget, hogy megbeszéljük Szekszárd és térségének az ügyeit. Hát valóban a legutolsó bejelentkezés, ami a miniszterelnök úrral lévő találkozás után volt, ahhoz képest azért a koronavírus átírta nem csak az én programomat, hanem sokunk programját, és új kihívások, vagy másfajta kihívások elé támasztott mindannyiunkat. Hát ha megkérdezi, hogy mi történt, ugye beszélgettünk előtte, hogy a településfejlesztésekben történt-e valami az elmúlt 2-3 hónapban, hanem akkor összességében azt kell, hogy mondjam, hogy a megkereséseknek, illetve a kontaktoknak a száma szinte 95%-ban az vagy magánjellegű, vagy különböző cégektől érkezett, akik segítséget kérnek, tehát jellemzően a segítségkérésről szólt az elmúlt időszak, és hát ebben próbál az ember a maga eszközeivel élni. Amikor a koronavírus ugye március közepén már úgy hivatalosan is deklaráltam megjelent, és az ehhez kapcsolódó mind a kijárási tilalom, vagy korlátozás, illetve nem csak Magyarországon, többi országban is ez aktuálissá vált, akkor olyan meglepő megkeresést kaptam egy szekszárdi családtól, hogy a menyük az kint van Peruba, egy ilyen jó szolgálati tevékenységgel, és ugye nem tud hazajönni, és hogy próbáljunk segíteni, hogy Peruból hogyan tudnak hazérkezni. Mondjuk ez a legtávolabbi, de jelentkeztek Finnországból, hentesek, akik szintén ilyen problémával küzdöttek. Igen, kint dolgoztak, illetve hát főleg a kezdeteknél, amikor az osztrák és a német határzár is megvolt, illetve a magyar határzár is, akkor nagyon sok munkavállaló, mint Németországban és Ausztriában is kint volt, és az ő hazajövetelük, illetve az azzal kapcsolatos mondjuk ilyen elszállásolási problémák, azok szinte napi szinten megjelentek. Nálam itt az aktuális önkormányzattal nyilván tartottam itt a kapcsolatot, próbáltunk segíteni. Mire gondolok? Egyébként. Igen, tehát én azt gondolom, hogy többségében még a Peru is sikerült, a külügyminisztérium, meg a kinti nagykövetség segítségével fölhívtam Peru nagykövetet, és személyesen próbáltam abba eljárni. Hát egyszerűen Dél-Amerikában a repülőjáratok megszűntek. Tehát konkrétan különböző mentőakciókat kellett a különböző anyaországoknak, akár Dél-Amerika esetében is szervezniük, hogy onnan haza tudják hozni az ott lévő állampolgárokat. De jellemzően ugye, akik mondjuk Németországban, vagy Finnországban, vagy Ausztriából, Svájcból, tehát ahonnan konkrét megkeresések érkeztek, azok olyanok voltak, hogy kint ugye dolgoztak. Itthon a szülők azok idősek, tehát a szülők azért veszélyeztetett korban vannak, és ők bizonytalanok voltak, hogy elkapták a fertőzést, vagy nem kapták a fertőzést, tehát nem mehettek úgymond haza, de mégis a karanténra, ugye határon kellett is regisztrálni, hogy ki honnan jött. Ugye a kormány megbízott úrra, Horváth Kálmánnal is többször beszéltünk erről, hogy volt a hétvége, hogy ilyen 300-an is érkeztek haza itt a térségünkbe, és hogy azokat hogyan lehet úgy logisztikailag leszervezni, hogy a karantén elvárásoknak is megfeleljünk, illetve nyilván a normál körülményeket tudjunk biztosítani. Tehát azt gondolom, az első egy hét az szinte mindegyik az ilyen típusú volt. Igen, az válságkezelés volt. De például volt olyan megkeresés, aki egy hölgy pánikbeteg volt, ő állította, hogy este köhögött, és hogy igaz, hogy nincsen láza, igaz, hogy nem fáj a torka, de légszomja van, és hogy nem akarja senki sem megvizsgálni. Tehát volt egyfajta türelmetlenség is ebben a dologban. Ott is a kórházigazgatóra konzultáltam, az aktuális szakdolgozókkal konzultáltunk, az egészségügyi szakemberekkel, és ugye pont ilyenkor az volt az elején, hogy aki úgy érzi, hogy beteg, akkor jobb, ha otthon marad, mert a házi karantén az mindig jobb, mint egy zsúfolt váróterembe bejön, és adott esetben egy fertőzési gócpont van. Tehát az eleje a dolgoknak az inkább, ahogy ön is mondta, a személyi válság
válságkezelések voltak. Aztán utána az átalakult olyan fajta ilyen gyűjtő foglalkozásra, tehát több településen különböző civil szervezetek, magánszemélyek különböző segítséget nyújtottak akár az egészségügyi szociális dolgozóknak, vagy akár az idősekhez való élelmiszerellátásba. Ebben munkatársaimmal, ebben a szervezésben, adott esetben a végrehajtásban is segítettünk több településen. Ez is egy jellemző volt. Azt hogy lehet, hogy egyébként megmozdult a térség lakossága? Abszolút, abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy vagy szeretném azt gondolni, hogy most már túl vagyunk a nehezén, tehát ugye nem mérjük ezt a forgatókönyvet, de remélem, hogy túl vagyunk a nehezén, és azért azt lehetett látni, hogy az a fajta szociális érzékenység, segítőkészség az mintha minden településen maximálisan megvolt. És összességében türelmesek is voltak az emberek, fegyelmezettek voltak az emberek, tehát vannak mindig szélsőséges példák, de ez elenyészik ahhoz a fajta pozitívumhoz. És ami még fontos is volt, hogy talán ez az egésznek az egyik legnagyobb tanulsága, hogy minél nagyobb figyelem forduljon az egészségügyi dolgozók felé, akik tényleg a hétköznapokban is vírustól függetlenül nagyon komoly teljesítményt nyújtanak mindannyiunk számára, de ami arra én próbáltam mindig figyelni, hogy a szociális dolgozók felé, tehát akik szociális otthonokba vannak, mondhatni azt, hogy mondjuk Destől Gyönkig, a különböző Tengelit, Szekszárd, különböző helyeken, hogy ott az a fajta türelem, empátia, ami akár az idős emberekkel kapcsolatos, a családtagokkal kapcsolatos, ez nagyobb figyelmet kapott adott esetben a társadalom számára. Én fontosnak tartnám, hogy ez a fajta elismerés, ez megmaradjon, és ez erősödjön akkor is, amikor úgymond békeidők vannak. Tehát mondom, először egy ilyen kis kaotikusnak tűnő folyamatos válságkezelés, ami jellemzően ilyen személyi válságokat, személyes válságot jelenti, ezekben kellett közreműködni, és hát itt szeretném megköszönni a településvezetőknek is, illetve a munkatársainknak is a munkáját, tehát szerintem kaptunk azért köszönetet, és ez is jól esett, amikor valamit sikerült úgy végigvinni. Aztán... A gazdaság is közben azért meghanyatlott, ezt hogy látja itt Tolna megyében, Szekszárd környékén, mennyire kerültek bajba a cégek, és van-e segítség nekik? Nézze, tehát ez... Én azt gondolom, hogy a gazdasági krízisnek egy része az ezután fog még következni. Tehát volt mondjuk pront dolog, mondjuk egy utazási iroda szinte az első napon, amikor lezárták Olaszországba a határokat, akkor jelezték, hogy hát úristen, nekem több buszjáratom, turistákkal lefoglalva, körjáratokkal van Ausztriába, Olaszországba, jellemzően, és hát most akkor mi legyen. De itt is azért higgadt menedzsment kezelés volt, meg válságkezelés, mert ugye rögtön ugye nyilván értesítjük az utazókat, akik adott esetben már ezeket befizették. Nagyon sok turistabusz kivontak, vagy többségét kivonták a forgalomból, tehát hogy ne legyen költség gyakorlatilag arra a buszra. Sokan féltek, hogy azok a leasing terhek, amik rajta vannak ezeken a nagyértékű gépjárműveken, ez most, ha nincsen bevétel, akkor ez hogyan fogja kifizetni. Itt a kormány nagyon jól lépett, az első, talán legfontosabb ilyen gazdasági és gyors döntése volt, hogy a hitelmoratórium, tehát a hiteltőkének, még a kamatnak maga a törlesztése. Ez sokan ezt megnyugvással kezelték, mint pillanatnyi válságkezelést. Tehát elsősorban először ilyen turisztikai cégek, szállás, hotel szolgáltatással foglalkozó cégek kerestek, tanácsot kértek, próbáltam utána nézni, hogy mit lehetne ebbe lépni. Aztán érdekes módon ennek a válságnak ilyen kettőssége volt, mert azt lehetett látni, hogy a kiskereskedelem az dübörgött egészen ugye húsvétig. Ugye nekem van valami rálátásom a kereskedelmi tevékenységekre is, és nyilván több ilyen kollégával, vagy ismerőssel beszéltünk, és hát valami hihetetlen felvásárlási láz indult meg, de minden szinten. Tehát számomra teljesen érthetetlen volt, hogy mondjuk tényleg ilyen kis falvak, vagyis mondjuk a korlátozás is, meg az emberi fegyelem egy kicsit, mondjuk itt a vegyes az érzésem, mondjuk ilyen kisebb falvakba kírják, hogy egyszer csak három ember lehet a
a boltba, és akkor kínál a bolt előtt még 12 ember, és mondjuk itt bent vagyok szexuálni, és nézem az Obinak a parkolóját, ahol nem a parkolóban már nem lehetett látni szabad parkolóját, sőt, még a körforgalom, még a bevezető részig is dupla sorba álltak az autók, tehát ott meg nem érezték az emberük magukat veszélyhelyzetbe, de amikor bementek volna egy kisebb boltba, ott meg veszélyhelyzetbe érezték magukat. Tehát itt volt egyfajta ilyen kettős érzés erre vonatkozóan, de úgy látszott, hogy a kiskereskedelemnek ez a része, ez úgy ment. A húsvét után viszont itt is bizonyos szegmensekbe visszafele ment a dolog. Hát nem tudom, tehát az, hogy milyen, mekkora a gazdasági kár, én csak a miniszterelnökségnél egyeztettem, hogy mi várható itt a munkahelyek megőrzése kapcsán bejelentett kormányzati intézkedésekre vonatkozóan, hogy a választókeretemben milyen arányban jelentkeztek vállalkozások itt a rövidített munkaidőre vonatkozóan, vagy bértámogatásra vonatkozóan, és azt az információt kaptam, hogy több tucat cég már jelentkezett, de én azt gondolom, hogy tehát nagyobb igényre számítottak, meg én magam részéről is számítottuk. Ugye több lépcsőbe lehet ebbe a munkahely megőrzését támogató bér támogatási programba becsatlakozni. Itt mindenkit szeretném felhívni a figyelmet, aki érintett ebben, akár a szexuális élelmiszeripari cégek, kézműves cégek, vagy autóipari cégek, hogy adják be, tehát van keret, a kormány ebbe szeretne támogatást adni. Az utazási irodák, szinte mindenki élt ebben a dologgal, és meg is fogják kapni a támogatást, és talán az autóipari cégek közül egy, ami igazából nagyobb arányba támogatást kért, én úgy tudom, ő is meg fogja kapni ezeket a támogatásokat, hiszen ez jogosultság alapon van. Tehát én azt látom, hogy ennek a második hullám alapvetően az most fog majd érkezni. Tehát eddig azért volt egy kis türelem, egy kis tartalék is, illetve a forgalomban nagyon meglátszott az, hogy akik több százan vagy több ezen, akik külföldről visszajöttek, ugye az időszak alatt, amíg ugye most nem tudják, mikor tudnak visszamenni esetleg dolgozni, az idő alatt ők is ugye fogyasztásba kezdtek. És mondjuk azt is el szeretném mondani, hogy mostanában nagyon sokan jelentkeznek, hogy segítsünk munkahelyet találni. Tehát vannak többen, akik eddig Ausztriában, vagy Németországban dolgoztak, vagy inkább vagy Olaszországban, és nem akarnak visszamenni. Tehát főleg mondjuk a húsipari szakmunkásoknál, szakdolgozóknál lehet azt mondani, hogy köszönjük szépen, most már itthon maradtak, hogyha ha lehetne lehetőség, akkor itt maradnának, de közben pont épp ugye én szakpolitikusként a vágat és hústermékenység elnöke is vagyok, és most épp a magyar húsipar épp a bedőlés határán van, meg a sártés és a baromfi ágazat is ezen a határon vannak, tehát ugye ez mondjuk húsvétig dübörgött, most meg gyakorlatilag ez most meg mély repülésben van. Úgyhogy szerintem még itt a kereskedelem, meg az élelmiszerfeldolgozás, meg az autóbeszállítók még kerülhetnek gondba, csak ezt még közvetlenül nem érezzük. A koronavírus miatt, ugye amikor legutoljára itt volt, akkor hát viszonylag sok fejlesztést vázolt, amiben ugye megegyeztek a miniszterelnökkel. Ezek most lehet azt mondani, hogy ameddig vírus tart, vagy legalábbis itt az elején most egy kicsit háttérbe szorultak, vagy azért volt, amiben előrelépés is történt? Hát kettő részre választanám. Jellemzően ugye a 17 település tartozik hozzám, az a településeknél elsősorban most az állampolgári kérések voltak, tehát ez a fajta problémás eseteknek a megoldása, segítés, ez volt az elsődleges. Ugye az, hogy most ilyenkor a fejlesztéseket nagyon nehéz koordinálni, mert ugye ha ez a vírus veszély van, alapvetően ez a karantén, meg hogy maradjanak otthon az emberek, ez főleg a hivatali, meg a banki szolgáltatásban is jellemző volt, ez az otthonról dolgozom, számítógépen, nagyon sok olyan cég volt, ahol ugye gyerekek, és ez a másik, ami miatt sok ilyen kérés is fogalmazódott meg segítségkérésbe, hogy a cégeknél próbáljunk még türelmet kérni, ami megvan, tehát hál' Istennek mindenki együttműködik, hogy a gyerekek még otthon vannak, és sokan már nem tudják megoldani, hogy a nagymamánál, vagy a nagypapánál, vagy óvodát ugye az önkormányzatok nyilván üzemeltetik, de sokan úgy gondolják, hogy ha a gyerekek azok
otthon maradnak, és jellemzően az anyukák vigyáznak így a gyerekekre. Tehát így nem úgy pörögtek az ügyintézések a hivatalokban, meg a bankokban, tehát lassult amúgy a rendszer. Következményeképpen a fejlesztések is tudtak lassulni. Ami talán egy kicsit ebben gyorsabb, ugye Ács-Sezső polgármester úr szerintem jó érzékkel megérezve ezt a veszélyhelyzetet, élt a törvényi lehetőséggel, hogy adott esetben polgármesterként felelősséget vállalva a szekszárdi emberek érdekében tudjon döntéseket hozni. Szerintem Szekszárdon példaértékű volt, hogy Ács-Sezső polgármester úrék, rezsék megszervezték mind a védekezést, mind az időseknek az ellátását. Szerintem Szekszárd nagyon jól vizsgázott, úgyhogy gratulálok polgármester úrnak is. És ugye itt volt egyeztetés, hogy a legnagyobb fejlesztés az úszoda beruházás. Ez már ugye van egy ilyen fajta természetes csúszás ebben a dologban, hiszen ez egy komoly építkezésről van szó. Át kell többször tervezni bizonyos műszaki tartalmakat. És én azt gondolom, hogy ebben a BMSK-val, aki ugye az állam részéről, ez egy az állami beruházásokat felügyelő központi vállalat, ezzel koordinálva a polgármester úr sikerült megállapodni a kivitelezővel, és a befejezési határidőt szeptember végéig ezt ki lett tolva, de most van arra nagyon nagy esély, hogy szeptember végéig be is fog fejeződni a dolog. Tehát nagy erőket fordít a polgármester is, a polgármesteri hivatal is, és a kivitelező is annak érdekében, hogy itt a, úgymond az úszoda szezonra, még a válság ellenére is, de elkészül a beruházás. Tehát ha azt nézzük, hogy ebben az elmúlt egy hónapban mi volt a talán egyik legfontosabb kérdés, az szerintem az úszoda beruházásnak a nyugvó pontja. Itt ez most nem egy ilyen politikai eszköz vagy termékként szerepelt a döntéshozatalban, hanem felelősségteljes döntés volt a Ács-Sezső polgármester úr részéről, úgyhogy ezt én azt gondolom, hogy most így rendeződött az úszának a kérdése. Korábban akkor, viszont az úszodával kapcsolatban azért politikai nézzet, hogy a választásoknak ugye az a logikája, hogy az ellenzék az mindenből politikai terméket csinál. Nyilván a nem ellenzék is próbál ebből politikai terméket csinálni. A politikusok általában mindenből politikai terméket végeznek, de én azt gondolom, hogy elsősorban az ítélőknek az érdekeit kell nézni, és az ítélőknek az az érdeke, hogy az úszoda az ne egy politikai termék legyen, hanem be legyen fejezve. És úszoda legyen, és az a forrás, ami erre van téve, azt arra is ráfordítani. Tehát nyilván a választások után itt egyfajta ilyen politikai tisztogatás zajlott, vagy talán még zajlik is Szekszárdon, ami ugye sportcsarnok igazgatója, vagyonkezelő igazgatója eltávolításánál lehetett. Itt ugye a koronavírus ezt a részét, a hivatalban is többen ugye elmentek, műszaki osztályvezető, aljegyző, tehát egy ilyen fajta kiáramlási cunami volt. Ez a, ugye a koronavírussal egy kicsit ez tompította, ugye Ács-Sezső polgármester úr gyakorlatilag keményen tartja a városnak most a működését. Amúgy szerintem mindegyes döntés a város érdekében is volt, tehát ez a fajta, és elsősorban a szekszárdiak számítottak, és az úszoda építés is ezt eredményezt. Én az ellenzék részéhez politikai termékként készítem, tehát ami az előző adminisztrációhoz fűződik, az minden rossz, amit majd mi fogunk kitalálni, az meg majd minden jó, tehát én azt gondolom, hogy majd az idő ezt majd fogja igazolni, hogy az igazság az hol van. Egy bizottság is azt tulajdonképpen nem állapított meg semmit? Hát a bizottság az azt állapította meg, hogy vizsgálódjanak. Tehát ugye itt meg döntéseket kell hozni. Tehát van egy közbeszerzésen elnyert projekt, van annak egy kivitelezője, van annak egy költségvetése, van annak egy befejezési határideje. Nyilván ezt ki lehet tolni. Többször mondták meg, hogy csúszott az úszodának a kivitelezése. Hát egy garást, ha építek, azt se lehet már tervezni, pedig az egy viszonylag egyszerűnek tűnő dolog, hogy azt egy hét alatt meg tudom csinálni, ott is számtalan dolog miatt csúszhat a dolog, ez is csúszott. Annak idején, amikor én voltam még a polgármester, és a fürdőt építettük, akkor az akkori ellenzék, ennek a hangjai még visszacsengenek számomra, akkor azt mondták, hogy felszólítják a polgármestert, azonnal hagyja abba az úszoda a fürdő beruházást, mert a szekszárdi fürdőre a szekszárdi embereknek nincs szüksége. Most ehhez képest, amikor megépült, akkor éves szinten 75 és 85 ezer ember között látogatják. Én most azt mondanám, hogy mi lenne, ha nem lenne fürdőnk.
Persze, az karbon kell tartani, megfelelően kell üzemeltetni, tehát nem szabad mindenből politikai terméket csinálni. Tehát alapvetően az emberek azért választanak, hogy jól menjenek a dolgok, és nem azért, hogy a problémákat keressünk, vagy gyártsunk problémákat. De nem is akarom ezt alapvetően ezt az USZA kérdést most itt túltolni. Megszületett a döntés, helyes döntés született megítélésem szerint, és szeptemberre az USZA-nak be kell, hogy fejeződjön. Ezt a kivitelező is teljes egészében vállalta, és itt az elmúlt 3 hónapban itt nem döntések voltak, hanem ilyen aktatologatások, és ennek én azt látom, nem látom annak az értelmét, hogy az legyen tovább folytatva. A másik, ami most Szekszárdot érint, itt tudnék talán nagyobb dolgokat mondani, ugye itt hamarosan el fog kezdődni a Szekszárd keselyési út és úgymond keselyűség, vagy hát itt az van írva, hogy a hajóállomásig, most nyilván nem megy le a hajóállomás, az útnak az építése beleértve mellette egy kerékpár utat, tehát ez is egy nagy projekt, ez a közút kezelésében fog menni, tehát ezek az ilyen típusú útfejlesztések, útfelújítások is előkészület alatt voltak, ezek is mennek. Ugye a legutolsó beszélgetésnél említettem, hogy egyik legfontos kiemelt felelősségemnek tartom a kórháznak a fejlesztését. Ugye azt is lehet látni, hogy ez a fajta beszélgetés azért pozitív értelemben is megmaradt a miniszterelnök úrban, mert amikor először a járványkórházokat kijelölték, akkor Szekszárd a járványkórházak között az első, azt hiszem, 4-be szerepelt is. Megvizsgálták a szekszárdi kórháznak a... Pozitívumként kell értékeljük? Igen, abszolút. Mert ez egy valami járványkórház, az azt jelenti, hogy felelősen gondolok. Benne, igen, ez egy bizalmi dolog. Tehát amikor emberi élet van forog kockán, akkor nem mindegy, hogy azt a bizalmat hova tesszük, akkor oda tesszük azt, olyan helyekre tesszük, ahol abba bízunk, hogy ott jó kezekben van. És a Szekszárdi Kórház dolgozóinak köszönhetően nagy a bizalom az itt lévő szakemberek, ápolók, orvosok, technikai kiszolgálók mellett. Jó vezetése is van a Szekszárdi Kórháznak, tehát alapvetően én azt gondolom, ez mindenféleképpen ez egy bizalmat jelent. Egy kicsi próbatétel is, mert hogyha mondjuk a képviselő vagy az ott lévő közösség, itt ugye a szekszárdi polgárokat, illetve Tolna megyei polgárokat is képviseltem ezzel a kérdéssel, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy Süli János és Potápi Árpád János képviseltársaim is egyhangúan a miniszterelnöknél azt kérték, hogy a Szekszárdi Kórház az fejlesztésre kerüljön a szülészeti blokk és a nappali ellátó, tehát ez mindegy ilyen közös minimum jelenik meg Tolna megyei képviselőknek a gondolataiban, illetve érdekérvényesítésében. Tehát ez egy jó alap volt, hogy kijelölték, idézelben levizsgázott a kórház, és jól vizsgázott a kórház. Tehát tényleg profi módon szervezték meg mind a kórházi ágyaknak a törvény által előírt készenléti állapotát, mind az ügyeleteket. Tehát azt gondolom, hogy példaértékű volt az a munka, amit Németh Csaba főigazgatóra munkatársaival végzett. És ugye ezért mi már megyünk tovább, tehát most már kétszer is tárgyaltam az elmúlt 2 hétben, főigazgatóra is folyamatosan egyeztetünk, hogy ezek a források ide kerüljenek, és én belátható időn belül itt elinduljon az építkezés, mind az új szülészet és nőgyászati blokkra vonatkozóan, mind a nappal ellátóba. Tehát én azt gondolom, a következő fejlesztés a meglévők befejezése, tehát elsősorban Szuszoda és a infrastruktúrafejlesztés, és források csoportosítása a szülészeti és nőgyászati blokkra, mint a nappal ellátó felé. Tehát ez így a legnagyobb kívás, de természetesen a Bátai gáttól kezdve a Szedresi Kulturális Központig, vagy a Faldi Szociális Lakásokig, vagy a Bogyiszlói Infrastruktúrafejlesztésig, szerintem minden településen vannak fejlesztések, vagy a Decsi Kultúrháznak, vagy a Polgármesteri Hivatalnak a felújításával kapcsolatosan, tehát ezek folyamatosan mennek, ezek az egyeztetések. Hogyha most már zárásképpen kérdezem, hogyha azt kérdezem, hogy ön mit lát, meddig fog tartani majd ez az állapot, most ez a vírusos állapot, mikorra lehet vége, akkor ez most egy rossz kérdés? Mert hát senki sem tudja. Nézd, igen, tehát nem verném magamnak a bátorságot, hogy ez meddig fog tartani. Szerintem ez tőlünk kívülálló oka is vannak ennek a dolognak.
Én remélem, hogy azért minél előbb túl leszünk rajta, tehát szerintem senkinek nem az érdeke, hogy ez a fajta vírusos hadi állapot ez minél tovább húzódjon. Információim szerint most van egy országos reprezentatív mérés, aminek az a, az a első körben a lényege, hogy, hogy egy ilyen 19 ezer szemét kijelölnek az ország különböző részein, a településen, a lakosság egyenérték alapján, és ott szűréseket végeznek, hogy úgy általában megkapjanak egy reprezentatív érdem, és ebből nincsenek bent az idős otthonok, mert azokat külön, külön mérik, hanem úgy általában az ország fertőzöttségi szintje az milyen állapotban van. És most nagyjából fél időnél lehet ez a felmérés, olyan közel 9000 felmérést végeztek, és eddig összesen 2 pozitív esetet találtak. Tehát ez mindenképpen azt mutatja, hogy, hogy ennél véletlenül se legyen rosszabb. Tehát hál' Istennek azok az intézkedések, a preventatív intézkedések, amelyek márciusban időben megszülettek, ennek következtében az ország nem fertőződött be. Tehát látjuk azt, hogy, sőt halljuk azt, hogy mindig a magyar egészségügyet szapulták, mindig politikai termékként kezelik az itt lévő akár infrastruktúra vagy szakmai adottságokat, felkészültségeket, és akkor azt látjuk, hogy azok a bezzeg országok, amik eddig akár Angliától kezdve Olaszország, Franciaország, Németország, vagy akár Ausztria, vagy Egyesült Államok, meg Spanyolország, hogy ott azokban az úgymond bezzeg országokban, amik igazából egy magánfinanszírozott egészségügyből áll, gyakorlatilag összeomlott az koronavírus megjelenésével, tehát mind az esetszámok, meg annak a társadalmi gazdasági hátrányát azt lehetett megtapasztalni. Addig Magyarország, én azt gondolom, hogy erős tartással és önfegyelemmel tudott ezen végigmenni. Hangsúlyozom, az, hogy még a gazdaságban mi lesz, ezt még pontosan nem lehet lemérni, mert ha kitekintünk egy kicsit így a Európára, és mondjuk mi a következménye mondjuk a Magyarország, mondjuk az élelmiszeriparra kapcsolatosan, ami későbbi munkahelyeket is jelenteti, az, hogy Európában a turizmus az összeomlott. És azok a kapacitások, amelyek korábban, akár Spanyolországban, Olaszországban, Ausztriában, Németországban, vagy akár Horvátországban kiszolgálták a turizmust. Most mivel gondok, élelmiszerellátók, vágóhidak, baromfihús, sertéshús, tejtermékek, ez a fajta turisztikai felvevő piac, ez most a következő hónapokban ez megszűnt, gyakorlatilag ez nem várható, hogy beindul az olasz vagy a spanyol turizmus, ahol, akik a legnagyobbak. És gyakorlatilag az a fajta áru fölösleg, ami viszont a termelő szektorból megjelent, ezek megjelennek majd az európai és jellemzően kelet-európai kiskereskedelmi láncokkal, nyomottabb, alacsonyabb áron, továbbtárolás, meg egyéb, meg túltermelés okán, és ez adott esetben bedöntheti a magyar feldolgozóipart, közvetetten mondjuk bedöntheti akár a magyarországi állattenyésztést is, itt gondolok a baromfira meg a sertésre. Én oltatom agráros vagyok egy kicsit, mert a gabonárakon lehet is látni. De akkor ezt majd később fogjuk. Igen, de azért, hogy mi lesznek a következő hatások, az azt gondolom, hogy ha jöhetek 2 hónap múlva, akkor már nyilván több bővebb információ. Akartam mondani, hogy az időnk lejárt, úgyhogy szerintem ezt már akkor fogjuk tudni megbeszélni. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. A nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra.